Sziasztok! Újfent itt vagyunk, ha jól látom. Jól látom. Itt vagyunk újra tehát. A Havant Vatelóvé mentéssel. Február 21-e van immáron 2029-ben, szóval nagyon pörög az idő. És megint vezetjük a tabellát, mintha csak tavaly lenne. De természetesen azért most nem vagyunk veretlenek. Három vereség csúszott be egyelőre. 11 meccsünk van még hátra. Az összes kupából kiestünk már, úgyhogy csak is kizárólag erre kell koncentrálni. Egészen jól tartjuk a helyünket. A legrosszabb kezdésnél volt 16., aztán onnan szépen fölkúszva tartjuk az első helyet. Egyébként az volt a cél, hogy küzdjünk bátran a kiesés elkerülése érdekében. Hát szerintem ez egészen sikeres lett. És most jön a Leyton Orient elleni idegenbeli meccs, ahol ugye új menedzser van, Johnny Jackson. Ez a név, ez kikészít. Johnny Jackson. Bocsánat, semmi. Tehát, Johnny Jackson az új menedzser. Amikor még nem ő volt a menedzser, akkor 2-1-re nyertünk ellenük, de most már számítanak ránk, plusz a Leyton nagyon szeretne visszakerülni a top 7-be, ami rájátszást érő hely ezést jelentene. Mi pedig szeretnénk megőrizni a helyünket, és tovább nyújtani ezt a kis előnyt a Swindonnal szemben, ami ugye most egy meccs hátrányban 3 pont, de amint meg lesz a 36. meccsünk, szeretnénk, ha ez újra 6 pont lenne. Egészen fura, hogy mindkét csapat teljesen sérülésmentes, tehát bárki, akit szeretnénk, és nevezve van, és játszhat, az játszhatna. Úgyhogy nézzük, mire is jutunk a Leyton Orient ellen. Az első meccsünk ebben a videóban tehát a Leyton Orient elleni, a 8.-hoz látogatunk idegenbe. Hasznos lenne mondjuk pontokat szerezni. 14 fok nyugodt időjárás, 4944 néző. Az mondjuk nem rossz. Jamal John és Jackson Bellas, akire oda kell figyelnünk. Bellas a labdaosztogató, Jamal John pedig itt van középen szintén. A retteget 7-3-as felállást hozta el Johnny Jackson, vagy hogy hívják a vezetőedzőt, zseniális még mindig. Így van, Johnny Jackson. Szóval, pontrugásokra játszást, azt majd meglátjuk, hogy kell-e vagy sem. Nekik megyünk a csapatunkkal, aminek a részei a legjobbak lehetnek. Nem kell a kontrapressing, de a többi maradhat, és egy kiegyensúlyozott megoldással megyünk nekik. Young, Gucci, Barnes és Fraser a középső támadó négyesünk, rám védekező támadó négyesünk, Szélyő és Kádogán a két szélem. Hadd szóljon. Kezdődik hát az összecsapás. Bocsánat, szakásos mérkőzés mezünkben a fehér-kék aranyban lépünk pályára, az ellenfél piros-fehérben, és rögtön el is adjuk a labdát, de szerencsére ez talán nem számít olyan nagyon. A szabadrugás is fölé száll, és a reklámtáblákat is láthatjuk. Egy kicsit közelebbről nézzük, ahogy a sorfalunkon megpattanó labda végül Foster kezében köt ki. Itt talán kevésbé zavaró most a reklámtábla a két oldalvonal mentén, hiszen nem látjuk őket. Campbell! Óvatosan létszik, köszi. Kadogan megindul előre. Egy jó passz Dylan Barsnak, jól veszi át, lehet lőni mellé. Meredith. Kálmán a bedobás után, majd vissza Happénak. 12. percben járunk még csak. John indul meg a kezdőkörben. Wallace. Medrano. A fiatal fiú Armstrong. Sayer próbál indítani. Azonban elveszítjük a labdát, amit megszereztünk. Happe. Meredith. Felnéz, kit lehet indítani, Kálmán például tök üresen volt, de Meredith kapja vissza. Happe, Alcock, Kálmán, Bellas, kapufa! Edward, na most már gól. Jackson Bellas.
kapufáról kipattanó labdát visszakapta, az amúgy kapufát lövő Belláz, akit ezután ott hagytunk tök üresen, és bebombázza a rövidre, Foster azt se tudja hol van. Egy szöglet, amelyet John végezhet el. Rövidre. Kalman. Micsoda? Ezt hol fért be ez? Nézzük. Hihetetlen. Még egy szöglet. 36. perc ezúttal. Kelman újabb lövését most blokkoljuk. Fraser szaladt hátra labdáért. Bal oldal tök üres volt, de nem vettük észre, úgyhogy mehet Kádogan a jobb oldalon. Egy jó beadás kéne. Ez végül is megvolt, csak nem találtunk embert vele. Edwards a hosszú bedobással kapja is vissza. Megint Meredith. Tőle indul, látszik a legtöbb akció. Kádogán azonban elcseni a passzát. Oli Morgan vissza Kádogánhoz, ő kapásból be Dylan Barnes, mekkora gól! A 7. gólja a szezonban. Kapufás. Nézzük. Morgan a 39. percben. Kádogán kapásból, Barnes kapásból. A kapufa is kapásból. 2-1, de még mindig nem nekünk. Campbell, Morgan, vissza Campbellnek, eladjuk. Annyira átlátszó volt ez a passz, hogy még lehet a szomszéd Pista bácsi simán elvette volna. Ennyit hosszabbítanak, 2 percet, ami le is pörög. Maradt tehát a részünkről az egyetlen egy gól, amit lőttünk, és a 2, amit kaptunk. Induljon tehát a második félidő. Anthony Harper állt be az ellenfélnél, nálunk pedig Nelson Kumbeni. Gucci ül lepihenni. Armstrong bedobása. Barnes-tól kapja vissza, majd Sutcliffe-nek hátra, keresztbe Oli Morgannek. Cadogan, vissza Oli Morgannek. Kumbeni tovább Younghoz, Young mondom már tudott lőni is néha, de bevisz inkább az alapvonalig. A kipattanott pedig Nathan Fraser lövi be. 5. gólja a bajnokságban. 2-2. Hoppá, honnan jöttünk vissza? Két gólos hátamból, ha bárki kérdezi. De visszajöttünk. A kipattanott Fraser. 2-2. John beívelése a szabadrugásnál. Ez a fejes fölé szállt szerencsénkre. Egy újabb szöglet. 58. perc vége felé. Edwards. És becsorog. Anthony Harper. Negyedik gólja a szezonban. Megőrülök. Hát, ha háttal állunk az érkező labdának, az nem segít, ugye? Kumbeni berohan középre, 16-os vonalától pedig visszaadja a frissen beállt Lomasnak. Leahy üresben, de csak odaér a védő. De mi nem állt be Lomas? De már beállt. Akkor Leahy... is beállt, igen. Jó. Képben vagyok egyébként. Edwards a 81. percben végezhet el szögletet. Az igen. Elvégezhetnek még egyet, aminek nagyon örülhetünk, hogy nem 4-2 lett, hanem még egy szöglet következik. Kumbeni fejeli ki. Edwards. Barnes szerzi meg a
lassú labdát, és indul meg előre, majd adja vissza az ellenfélnek. Nem nagyon tudom már, hogy mi a figyfenét lehetne még csinálni. Egy kicsit följebb visszük a passztávolságot. Ez még tudom, hogy veszélyesebb, de szeretnék legalább egy pontot szerezni. És akkor följebb hozzuk a védővonalat, és nem jövünk hátra, mert hogy egy vagy két góllal kapunk ki, az szinte mindegy már, ha és amennyiben kikapunk, de hát egy újabb szöglet. Nem tudom hányadik, de sokadik szöglet. Kifejeljük ezt is. Alcockra Armstrong lép ki. Meredith. Armstrong ott hagyja Alcockot, mert úgy érzi, hogy jobb dolga van a bal szélen, ahonnan elszaladt. Wallace. Fölé. Gyerünk, fiúk. Négy perc a hosszabbítás. Jött egy magas labda, de nem érte el Fraser fejét. Hillson kezében. Aztán most már a lábánál volt. Hosszú kirúgás. Campbell fejeli vissza, de miért nem vette le inkább? Hát a környékén nem volt senki. Jó van, legalább ez lesz. Szöglet. Frasernek gurítjuk le kis szögletbe. Hát most kell próbálgatni a kis szögletet. A 95. percben hátrányban kell próbálgatni a kis szögletet. Ki találta ezt ki? Úristen. Jól van akkor. Négy lövésünkből kettő talált kaput, az a kettő be is ment. Nekik 15 lövésük volt, 5 találta el a kaput, és 3 bement, ebből legalább 2 olyan potya, hogy szörnyű volt nézni. Így tehát a végeredmény. Leyton Orient, Havanten, Waterlooville, 3-2. Ezzel a 3-2-vel maradt a 3 pontos különbség a Swindon ellenében. A Leyton Orient pedig föl röppent a 6. helyre. Nézzük, aki számít. A Gillingham kikapott a 11. helyen. A Trammell nyert a Newport ellenében. És a Notts County legyőzte a Shrewsbury-t, tehát a Notts County a 3., megelőzve a Burton-t, a Shrewsbury pedig bejött a 7. helyre. És hogy lecsúszott a 7. helyre a Leyton Orient-tel cserélve. Aha. Az U21-es csapatunk mérkőzésére leküldtem egy jó pár játékost, aki azért oda tette magát. Például ott volt ugye Tommy Wright, aki a mérkőzés legjobb lett 2 góllal, de nem is ez a lényeg, hanem Ladapo egy 8,6-ot, Bomon Clark 7,6-ot, Luke Campbell, a cserekkapus, aki már valamiért a 35. percben beállt, 7,0, Wakely 7,1, Semenyo 6,9. Jók vagyunk. Legalábbis itt. Az U21-esben, és 5-4-re nyertek 11-es párbajban a Colchester csapata ellen. Mickey Deverdix szemet szúrt a Dundee csapatának, és el akarják vinni a 41 éves U21-es menedzserünket. De ha el is viszik, 15.250 eurót kell fizetniük érte. És hát nem lenne jó, hogyha ő elmenne, azért egészen korrekt módon tudja kezelni a fiatalokat. 2024 óta itt van velünk, szóval pillancsunk bele, hogy már hol vannak helyek, illetve hol inog az edző alatt a szék, vagy a mester alatt a szék. Andriy Shevchenko a Fulham-mel csak 19. Hát az nem túl jó. Szekeres Lajos a Honvéddal 9. Szintén nem túl jó. Miroslav Klose az Augsburggal, a Bundesliga 2-ben 8. De nem tetszik nekik annyira, amit művel. És ahol nincsenek edzők, az például a Borenwood a National League-ben. De ott van a portugál másodosztálya, Salgueiros. Aztán a Bundesliga 2-ben az 1860 München nek sincs edzője, illetve a Lutonnak a másodosztályban Angliában.
aztán az Union Berlin, az Udinese és az Espanyol. Még a Luton egy érdekes csapat lehet, de ők is épp a kiesés szélén vannak. Szóval inkább most koncentráljunk arra, hogy a Burton továbbra is egy olyan csapat legyen, aki nem viszi el a 3 pontot a következő meccsre, hiszen 5 mérkőzés óta nem nyertünk, ha jól látom. Így van. Nyertünk a Crawley ellen, aztán egy vereség, 3 döntetlen és még egy vereség. Úgyhogy most már február végén oda kell tenni magunkat, és az utolsó lehetséges napon valamit művelni kell a Burton ellen, mert különben gond lesz. Néhány csapat már előttünk lejátszotta a 37. fordulós mérkőzését, köztük, akik nekünk nagyon fontosak, a Notts County 5-3-ra verte a Grimsbyt, azért ez egy elég komoly mérkőzés lehetett, ezzel feljöttek a második helyre 72 ponttal, ami 74-ünkkel szemben érdekes. A Walsall pedig legyűrte a Shrewsbury-t, a Walsall ezzel a 15. helyre kapaszkodott fel, a Shrewsbury egyelőre maradt a 7. Na de hát ott van még a Crawley, aki megelőzheti őket. A Chesterfield nyert, a Solihull Moors X-elt, az Exeter pedig szintén egy döntetlent játszott a Northampton ellenében, így nem tudott kijönni a kieső zónából. Joe Gibson pedig elhoztuk próbajátékra. Ő egy szélső, aki mindkét oldalon elég sok poszton bevethető, elsősorban jobb oldali támadó középpályás, de ez nem jelent semmit. A lényeg, hogy kipróbáljuk, és rögtön le is visszük az U21-es csapatba, aztán ott majd lesz, ami lesz. Második mérkőzésünk a Burton elleni tehát, akik a negyedikek, és hát hazai pályán fogadnak minket. Mi, amikor hazai pályán fogadtuk őket, kikaptunk, szóval remélem, hogy ezt a vendéglátó szokást ezt ők is átveszik majd. A Newport-Swindon meccs, ami nekünk nagyon-nagyon érdekes, hiszen a Swindon a 3., és ugyanúgy 36 meccset játszott, mint mi. És nem szeretném, ha utolérne minket pontszámban, kivált kép gólkülönbségük miatt, ugye? Úgyhogy csapjunk is a lovak közé. 15 fok, párás, ködös idő, 3155 néző, kíváncsi erre az összecsapásra, természetesen nem esünk neki a Burtonnek, és Joe Powell-t kell fognunk, aki nem más, mint a támadó középpályásuk egy 4-2-3-1-es felállásban. Hát jó. A kezdőcsapatunk egyes számú játékossal kezdődik, avagy Joe Young a kapuban, a többiek előtte nem változtak, Pennington ott van a középpálya közepén, mint Advanced Playmaker, de hát az edzését ezt most látom át kéne formálni, hello. Supportív támogató. Irányító középpályást nevelünk belőle. Barnes, Callaghan, Leahy került be Sayer helyére, és Fraser maradt elő, miután gólt szerzett az előző mérkőzésem. Van-e még bármi, amin változtatnunk kell, esetleg a kontra pressing és a gyors indítás az most nem szükséges, és picit hátrébb hozzuk a védő vonalat. Csak hogy jó legyen, és megállítjuk a beíveléseket. Megfigyelések alapján erre rá kell menni sajnos. Kezdődjük az összecsapás. Tiszta sárgában, fekete számozással az ellenfél, mi pedig a fehér-kék aranymezünkben, idegenben is. Reméljük, hogy nem sokan nézik ezt fekete-fehér tévén, mert ez egy kicsit zavaró lehet. Leahy nem ért labdához, Morris onnan lőhet. Szerencsére Sutcliffe ügyesen blokkolt, akár szándékosan, akár nem. Powell a kis szögletten, Pattison, Morris vissza Powellnek, és kivezeti a pályáról. Powell szabadrúgása ezúttal Youngnak kell vetődve védenie,
újabb szöglet, a 10. perc vége, 11. eleje. Inkább most már. Megint kis szöglet, megint Edwards, kifejeli Armstrong. Cortez, Pennington lép ki rá, Pattison vissza tudja csak passzolni, és ebből nem lesz így semmi. Havanted Waterlóvél szöglet a 17. percben, Young ívelhet be, jól is jön, Morrison kezébe fejeljük. Morris. De jó, hogy megpattant most kivételesen Edwards. Még egy blokk. Oli Morgan. Veszélyes játékot játszunk, úgy hívják labdarúgás. Szöglet. Pattison. Leahy volt az, akinek blokkolnia kellett a lövést. Megint egy kis szöglettel jön tehát az ellen. Powell ezúttal legültje Pattisonnak, és már kapja is vissza, aztán Morris, aztán Edwards, onnan lő, nem lő. Csoda meglepetés, nem merte ellőni. Ez pedig kirúgás. Óriási a nyomás, ami rajtunk van. A komplet momentum, minden egyes meccs momentum az ellenfélé. Egyetlen egy perc hosszabbítás pörgött le, álltuk a sarat, 6 lövésük volt, nekik 2 ment kapura, ebből nekünk 2-ből 1. Ezen kéne változtatni egy cseppet. Jöhet a második félidő tehát, ezt mi kezdjük, és csere egyik oldalon sincsen, ellentétben a szabadrugással, amit most kaptunk. És a taktikai változtatás mindössze annyi volt, hogy igyekezzünk tartani a labdát, de nem csak középen, hanem akár a széleken is most már. Williams, Cortez, ott hagyjuk ügyesen, üresen, Edwards lefordul a védelemről, és Youngnak kell hatalmasat védeni, ráadásul bedobás lesz belőle. Azt a mindenit. Pennington, Young, eladja. Ilyen könnyen, ilyen közelre elpasszolni egy labdát egy irányító középpályásnak azért nem kéne. Cortez, ott hagyjuk, hadd lőjön, de Finley Armstrong odaér. Elfutott előre a közép hátvédünk. Miért csinálunk ilyet? Ezt nem is értem. Morris a szöglettel, ezúttal nem rövid. Cortez kézzel ért a labdához, úgyhogy Sebastian Cortezt leküldte a játékvezető, piros lapot kapott tehát az ellenfél játékosa, Sebastian Cortez. Kétlem, hogy a kezezésért, de lehet, hogy az egy második sárga lapja volt. Mindegy, a lényeg az, hogy leküldték, tehát 10 emberrel most már a Burton Albion, úgyhogy Fraser helyén Ivan Morgan, ez biztos. És megpróbáljuk azt a cserét, hogy Leahy helyén Harvey Sayer. A többiek maradhatnak. És talán egy picit megengedhetjük magunknak, hogy magasabbra menj. De akkor nagyon elmegy a... Most már kijövünk, de így jó lesz szerintem. Így jó lesz szerintem. Nem kell lassúság, és úgy letámadhatunk, hát egyel kevesebben vannak. És akkor hajrá! Tegyetek büszkévé, fiúk, gyerünk! Itt a nagy lehetőség, hogy visszavágjunk a Burtonnek. Hajrá! Bedobás. Powell. Megkapja lé... Közel volt. Így Gulden a szabadrúgással, Davis tök üresen, úgyhogy egyen többen vagyunk. Cadogan azonban elveszi tőle a labdát. Gower, a friss erő. Ivan Morgan, lő. De kár. 5 perc a hosszabbítás, lepörgött belőle mind az 5. Sutcliffe. Még egy szabadrúgás, de vége van.
vége van, nem tudtuk megszorongatni végül a Burton Albiont, ennyivel jobb csapat tehát, ez durva, hogy kellett egy kiállítás ahhoz, hogy döntetlen legyen a meccs. Valamint a védelmünk és a kapusunk teljesítménye mindenki 7 egész fölött, Joe Young közel 8 az osztályzata. Első, élete első mérkőzése a sztárigazolásunknak rögtön a mérkőzés embere lett a Burton Albion ellen. Üdv a klubban, Joe Young. Üdv a klubban. A végeredmény természetesen Burton Albion, Hamadot, Waterlooville 0-0. Ezzel a döntetlennel 75 pontunk lett, és óriási szerencsénkre a Swindon kikapott a 22. Newporttól, aki így megerősítette, hogy szeretne bent maradni. A Bradford ugyanis kikapott, és a Port Vale is kikapott a Crawley-tól, tehát nem jött följebb az 5. helyről, sőt, a Crawley került be a 7. helyre. Óriási, 37 forduló után, innen mindenkinek 37 meccse van, és a Notts County-val egy a gólkülönbségünk, plusz 24-es, a Swindonnak plusz 26-os ugyan, de mire megy vele? 71 pontja van, 72 a Notts County-nak, 75 nekünk, tehát 3 pontra csökkent az erőnyünk. Young viszont bemutatkozó mérkőzésén nem kapott gólt, és a mérkőzés legjobbja lett. Az igen. Mindenki nagyon örül annak, hogy sikerült a Burton ellenében egy döntetlent elérnünk, ugyanis mindenki arra számított, hogy ki fogunk kapni, de nem. Csak azért sem. 10 emberrel játszottak a végén valóban, de Joe Young rögtön úgy kezdett, hogy nem kapott gólt. Ezek után szerintem nem kérdés, hogy miért övé az egyes szám. Véget ért a Liga Kupa, a Carabao Cup, és fölkerültünk azért a listára a legjobb mérkőzéssel, a Bristol Rovers Havanten Waterlooville összecsapás kőkeményen alakult, ugyanis 2-2 után büntetőkkel tudtak csak legyőzni minket. Hatalmas meccs volt egyébként valóban, és hát remek lett volna, hogyha esetleg ki tudjuk ejteni őket, de nem így alakult. Pénzügyi helyzetünk az viszont nagyon nem jó. 94.500 eurót veszítettünk ebben a hónapban, hiszen hát túl sok győztes meccsünk nem volt. Sajnos. Szerencsére azért mindig pozitív a balanszunk, de rengeteget kellett költenünk. Érdekes. Meglátjuk, hogyan és miként lesz. Ha megnézzük az előző meccseinket, ez a hónap az egyetlen olyan hónap, amikor nem győztünk. Tehát nulla győzelmünk van. 2029. februárja az egy győzelem nélküli hónap. Ez szomorú. Ezen felbúzdulva a 16. Walsall, a 17. Tremor, a 12. Stockport és a 22. Newport ellenében fogunk játszani márciusban. 4 nap, majd 10 nap, majd 14 nap, bizonyosan 13 nap szünettel. Az igen. Legalább nem kell rommá hajtani magunkat, és esetlegesen itt játszhatunk egy barátságos meccset valaki ellen, hogyha úgy adódik, hogy szükség van rá. Nicky Devendix elhagyja tehát a klubot, úgyhogy kell nekünk egy U21-es menedzser, ezt rögtön meg is hirdettem, és kaptunk 15.250 eurót, csak azért, hogy ő elment. A plusz továbbra is, de több a lefelé mutató hüvelykúj, mint amennyire én azt szeretem. Annak örülnek, hogy Joe Youngot sikerült ilyen olcsón idehozni, ami érdekes. Annak nagyon örülnek, hogy 0-0-ára kihoztuk a Burton elleni meccset, és hogy győztünk a Notts County ellen. De a James Hennings-et olcsón adtuk el, és hogy 3-2-re kikaptunk a Leyton és a Carlisle ellen is, annak nem annyira örülnek. Gondolom a szurkolók sem, akik még mindig C pluszt adnak nekem.
az, hogy Tommy Wright nem játszik jól, meg hogy itt van, minek van itt, és hogy Jack végig sem játszik jól. Na hát annak én sem örülök. Az előző videóban ugye volt egy eléggé benézett labdája, hát ez valami szörnyű volt. Végre egy kicsit javult a hangulat a klubnál, az atmoszféra, viszont a támogatottságom az továbbra is kiváló, aminek nagyon örülök. Ez azért nem rossz. És a Walsall ellen játszunk majd, akik szintén egy 4-2-3-1-et, csak sokkal kevésbé szűken játsszák ezt, mint az előző ellenfelünk, és pozitív hozzáállással játszanak általánosságban. Úgyhogy arra készülünk, hogy szabadrugásokat vérekezgetünk, és szögleteket támadunk majd. Harmadik és egyben utolsó mérkőzésünk a Walsall elleni hazai pályán megvívott lesz. Ők a 16-ok, míg a mieink az első helyen tanyáznak. Elég csücskösen, de az első helyen 3 pont előnnyel. A Burton a Bradford Cityhez látogat, sima 2-es szerintem. Aztán a Notts County Trammer szintén sima 2-es, a Swindon Mansfield sima 1-es. Úgyhogy nekünk is meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek, és egy sima 1-est lehozni ebből a találkozóból. Méghozzá úgy, hogy telt ház van, 4010 néző látogatott ki, természetesen esőben, ahogy mi szeretjük, 11 fok. 4-2-3-1, Forrester neve mellett ott a kis nyinacska, a debütáns játékos, Peter Forrester, kérem jegyezzük meg ezt a nevet, és Nick Lowe, az, akit szorosan kell fognunk ahhoz, hogy növeljük az esélyeinket, Nick Lowe pedig nyilván a labdaosztogató középpályás támadó szekcióban. Mi pedig, hát Nelson Cumberi, most nézem, hogy aha, nem ő fog kezdeni, hanem Jake Burger. De akkor tulajdonképpen meg is vagyunk, hogy visszatér Foster, előtte a Semenya Lomas Angafor Horton sor, majd Burger, Gucci, Gower, Boateng, Beaumont Clark és Ivan Morgan. Hazai pályán pozitívan játszunk, de nem kell kapkodni, nem kell kontrapassz, vagy kontrapresszinget játszani. És hát akkor Torula Depo ott van a padon, Fraser most pihen inkább. Meglátjuk, hogy az ifjú Ladapó az ifiknél mutatott remek teljesítménye után mire lesz képes, ha be kell őt vetni. Kezdődhet is a mérkőzés. Kicsit közel vagyunk azok után a reklámtáblás meccsek után, de most már minden oké. Fehér-kék aranyban feszítünk mi, ha végre hazai pályán játszunk, az ellenfél pedig piros-kékben. Hopp, ez aztán a meg nem értés tökéletes példája volt. Hát mögé érkező passzal. Nézzük Boatenget, kihasználja a tempóját és az erejét, esetleg valamelyiket a kettő közül, csak úgy magában az erejét leginkább, ahogy látom. Boateng bead, kipattan a kapusról, Beaumont Clark, Boateng, ott kit látott meg, azt nem tudom. Lomas teszi vissza Guccinak, Beaumont Clark, eladjuk, Belkát sem indul meg, de szerencsére visszaszerezzük, azonban ebből már semmi jó nem sült ki. Adebisi bedobása, Belkacem, Adebisi, Horton fejeli tovább, és Boateng szedi össze. Majd odaadja Forresternek. Shaw indít, Foster összeszedi. Lassan a 26. percbe fordulunk, amikor Angafor kapja a labdát a kapustól. Horton indul a bal szélen, de inkább visszapasszolja a játékszert. Lomashoz kerül. Oldalváltás, az lenne az igazi. Nézzük már meg, mennyire üres a jobb szél. Köszönöm, Beaumont Clark jól veszi át, elmegy a társa mellett, mert hogyha az ember mellett, aki őt fogja, Ivan Morgan, gól! Ez az! Nem volt les. Hogy lett volna les? Be sem mered húzni a vonalat, te. Te kis te. Legalább akkor mutatta volna meg, hogy hogyan volt les, de nem merte. Belkacem két ember közül is kihozza, ne ez viszont gól, tessék, gratulálok, jól van. Fantasztikus. Ez az. Remek. Elképesztő. Leteszi, basszus. Beaumont Clark leteszi. Előkészíti. Miért meg tök üresen áll a 11-es pont mellett? Hát ez...
Ne gondoljuk, hogy nem megy minden félre, hogyha így vélekezünk. Harcon a bedobás után Burger, leteszi Gowernek, ő leforog, és nem lövi rá, hanem kiteszi Semenyónak. Kiteszi Semenyónak, aki utána megy a blokkolt labdának, és inkább ő viszi ki a pályáról. Ti láttatok már ilyet? Mi a fene történik? Vége az első félidőnek, szerintem az történik. Ennél csak jobb lehet. Innen a második félidő, kettőt cserél az ellenfél, Powell és Humphries érkezik, a védelmet erősíti tehát a Walsh-szal, a bal oldalon még hozzá. Úgy érzik, hogy Bowman Clark fenyegetés jelent, hát szerintem nem annyira. Inkább Boateng szabadrugása volt az, ami most egy kicsit riogatta a Walsh-szal szurkolókat. De sajnos nem ment be. Horton bedobása, Boatengtől kapja vissza, Burger, Gucci, Boateng onnan lőhet. Hát mondjuk a kaput azért illene eltalálni a 16-oson belülről egy ilyen szintű játékosnak, szerintem. Semenyó bedobása, nem jut el Gowerhez végül, Burger kicsit hosszan veszi át, Shaw ezt észre is vette, hát ha én innen látom, akkor ő onnan pláne. De azért visszaszerezzük valamilyen úton, módon. Sayer a bal oldalon. Inkább visszaadja Hortonnak. Elvégre hátrányban vagyunk, úgyhogy hátrafelé kell játszani. Burger. Elmegy a 16-oson belőle, és ő legalább lőni akart. Végre valami. Semenyó bedobása. Bowman Clark. Lomas. Nyolcvannyolcadik perc. Macy kirúgása. Gower, mert a bal oldal. Nem megy a bal oldal. Na talán mégis, Sayer. Szöglet. Legalább egy szöglet. Jól jön be, Lomas. Fölé. 3 perc a hosszabbítás, és 93-ban, tehát az utolsóban járunk, amikor is az ellenfél támad, de eladja a labdát. Bowman Clark, Gower. Keresztlabda Sayernek. Na nézzük, fiúk, tudunk-e valamit varázsolni? Nem. Nem. Egyetlen egy dolog, ami vigasztalhat minket, az még pedig az, hogy a Walsh-szal amúgy, nézzük már meg milyen sorozatban vannak, mert valamit, aha, igen. Tehát ők kikaptak a Peterborough-tól az FA Kupa negyedik fordulójában, még egyszer mondom, az FA Kupa negyedik fordulójában, és utána Burton legyőzte őket, de csak 1-0-ra. X a Chesterfield-el, majd 3-0-ra Solihull Moors, 1-0-ra Shrewsbury, és most minket is megvertek 1-0-ra. Elég jó szériában vannak. Elkapták a fonalat. Ellentétben velünk. Na mindegy. Szóval, ami vigasztalhat minket, hogy a Burton nyert, ez várható volt, 72 pontosak. A Swindon egy 88. percben szerzett góllal, majd egy 90. percben kapott góllal. Csak x-elni tudott. Így nekik is 72 pontjuk van. A Notts County-t pedig hazai pályán a Trammer úgy elverte, mint jég a Jonatánt. Tehát, hogy atya jég. A Notts County ezzel visszaesett a negyedik helyre. Így a mögöttünk lévő három csapat előtt 3 ponttal vezetünk, 9-el pedig az 5. helyezett Port Vale előtt. A 60 és 58 pontos csapatokkal én már nem igen számolok, mert hát mennyi? 8 meccsünk van hátra. 8 meccsünk van hátra. Hogyha mindent megnyernek, az akkor is 24 pont, ha jól számolom,
és 84-nél lehetnek, de ahhoz nekünk 9 pont kell, hogy azt elérjük, tehát én úgy vagyok vele, hogy azért a top 5 az most már legyen meg. Bár amilyen gödörbe kerültünk, én nem tudom, mi fog történni még, de hát rögtön kritizálják a taktikámat, hiszen hát nem kezdünk kísérletezgetni, úgyhogy valóban történhetnek dolgok, de hát én a Valszalán nem mertem bevállalni a 4-4-2-t, ez van. Azért ilyenkor sajnálom, hogy az öreg Tomi bátyót nem regisztráltuk Ladapó helyett, mert Wright megint lőtt egy duplát, és többek között az ő segítségével is 4-1-re verték a srácok a Wycombe 21-es csapatát, és a tesztelt játékosunk Joe Gibson lett a meccs legjobbja, annak ellenére, hogy Tomi Wright ugyanolyan osztályzatot kapott, csak 2 gólt is lőtt mellé. Na de, nézzük a Trammert, ők mit játszanak, egy 4-4-2-t képesek játszani, és ezzel a 4-4-2-vel verték ugye 3-1-re a Notts County-t. Szóval valamit ki kell találnunk erre a következő meccsre, mert különben nagyon nagy gondban leszünk. Megkezdődött a 39. forduló, ebben mi még nem vagyunk benne, mármint az első napjában, mi holnap játszunk majd a Trammer ellen, azonban van egy nagyon érdekes és nagyon fontos eredmény számunkra. Exeter Burton 1-0. A 23. helyezett Exeter legyőzte a 3. Burtont, nem tudom hogyan, valószínű a Burton félváról vette ezt a meccset, kiküldte az ifi csapatot, vagy én nem tudom, ugyanúgy, ahogy tulajdonképpen én is alábecsültem a Walsallt, akik azóta is szárnyalnak, és 3-1-re lerongyolták a Gillinghamet, és már a 12-ek. Szóval a Walsallal számolni kell, úgy tűnik, ők jönnek föl, és szeretnének megcsípni egy rájátszás helyet, amire még mindig van esélyük, ugyebár. Burton azonban nem szerzett pontot tehát a 39. fordulóban, a következőben pedig hát mi játszunk a Trammerrel, a többieket meg mindjárt meglátjuk, legalábbis nagyon remélem, hogy megmutatják nekünk. Havant Vatelovi Trammer, Chesterfield Swindon, 9. a másodikkal szemben, az igen, és a Colchester Notts County 19. a 4. helyezettel szemben, az elvárások egy döntetlen, akárcsak az előző mérkőzésünkön, amikor játszottuk ellenük, 0-0 ez volt. Úgyhogy a Trammer volt otthon, de most mi leszünk? Hazai pályán este 8-kor játszunk majd, hát nem a legkedveltebb időpontunk, az biztos. Tobi igen pedig lesérült egy kicsit, de ez most nem zavar minket, hiszen amúgy sem ő az első, vagy a második, vagy a 3. számú kapusunk. Eddig tartott a rész, vagy a 3 meccsből megint nem sikerült egyet sem megnyerni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab mérkőzés. Sőt, 7. Zsinórban 7 nyeretlen összecsapás, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a következő alkalommal, mikor találkozunk, akkor már a Trammer, a Stockport és a Newport ellenében tudunk legalább 6, de inkább több pontot szerezni. Elképesztő. Pechszériánk van, kapufáink vannak, illetve olyan védelmi hibákat vétünk, amiket korábban soha. Nem csoda, hogy azt követelik, hogy változtassak a taktikán. Nekem is eszembe jutott, de hát olyankor, amikor a Trammer legyőzi a Notts County-t 3-1-re, meg a Walsall is megleckészteti a top csapatok egyikét, Hogyan? Hát ezt a taktikát értjük, tudjuk, szeretjük játszani. Úgyhogy kellenek a pontok a következő részben, mert ebben a részben nem túl sok jött. 75 pont,
Mondjuk, ha valaki a bajnokság előtt azt mondja, hogy 75 pontunk lesz, én azt mondom, pff, persze. De hát itt vagyunk 75 pontnál, és még hátra van 8 összecsapás. Abból ki kéne hozni, amit ki kéne hozni, hogy legyen esélyünk a top 3-ban végezni. Ha már idáig eljutottunk, akkor ne adjuk alá, mint a top 3, nem igaz? Nehogy már megint rájátszani kelljen, akkor már igenis jussunk fel, úgy, ahogy föl kell jutni. Merjünk nagyokt álmodni, ahogy szokták mondani. Bár ezzel a mínusz 147 ezeres profittal, ami itt van a fejem fölött, ez nem túl rózsás. No de! Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, és szurkoltatok végig annak ellenére, hogy ez most nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna. De a következő részben majd igyekszünk talpra állni, és megmutatni ezeknek a 11. csapatoknak, hogy igenis tudunk mi ugyanúgy focizni, ahogy régen. Nektek jó játékot, jó szórakozást, és hogyha tetszett, amit láttatok, bár szenvedtem, mint malac a jégen, akkor jöhet egy like, ha nem tetszett, akkor dislike, illetve feliratkozás, kommentelés, amit szeretnétek. Nem sokára jön a végjáték, ami ennek a rossz szériának köszönhetően elég nagy izgalmakat hoz, hat, úgy tűnik. Úgyhogy várna titeket vissza a következő részben, addig is hajrá kis csapatok, és természetesen hajrá Havonton Waterlooville. Sziasztok!